Sziasztok, Kocka Bence vagyok, ez pedig itt a kezemben a Tech21 OMG Ritchie Kotzen Signature Overdrive és Booster pedál. Nézzük a potmétereket balra-jobbra. Elkezdődik egy level a potméterrel, ez a kimeneti hangerőnket fogja szabályozni. Van egy hangszínszabályozó, ami a legfőső állásban lesz neutrális, egyébként pedig magasat vág leginkább. A középbe is egy kicsit belenyúl, de hogyha letekerjük, akkor se fognak teljesen eltűnni, vagy nagyon fogni. A Gears az egy aktív középszabályozó, az középállásban lesz neutrális, lefelé vág, fölfelé pedig emelni fog. És van egy drive potméterünk, amivel a torzításnak a mértékét tudjuk beállítani. Ezek alatt a boosternek a szabályzóját találjuk, ami maximálisan 28 decibel lehet. Két teljesen zajtalan kapcsolót szereltek rá. Bal oldalon van az overdrive funkciónak a kibekapcsolója, jobb oldalon a booster van, ami egyébként külön is használható. Nem csak a színében emlékeztet minket a vasemberre, hanem ez az anyagára is utal. A tápellátásáról 9 voltos elemmel gondoskodhatunk, vagy opcionálisan megvásárolhatunk hozzá egy 9 voltos hálózati adaptert. Ez volt a Tech21 OMG Ritchie Kotzen Signature Overdrive és Booster pedál bemutatása. Kipróbálhatjátok ti is, vagy megvásárolhatjátok a Hangszerplázában. Sziasztok!